Téri gyülekezetben voltunk együtt, Fehérgyarmaton, Botpaládon, Kispaládon, meg még egy új területen is, egy családnál, akik ott a környéken élnek, Tuzsér környékén, és szerettük volna, hogy a testvér eljöjjön velünk, ezért megígérjük nektek, hogy 5 órára befejezzük az Isten tiszteletet, hogy még eljussunk 6 órára a hajdúhatházi testvérek közzé. Ti már dicsértétek az Urat. Próbáltam hívni Imrét is, a fiatnál van a telefon. Mondta, hogy nála van a telefon. Lacit is hívtam többször, vissza is hívtalak benneteket, de nem tudtalak elérni. A lényeg az, hogy örülünk, hogy együtt vagyunk, és annak is nagyon örülünk, hogy Sándor testvérünk is itt van ma újra velünk, és el tudott jönni, hogy együtt legyünk. Hiszem, hogy Isten áldást készített a mi számunkra ezen a délutánon. Kornia testvért fogjuk megkérni az ige szólására. Ő románul fog prédikálni, én próbálom tolmácsolni majd magyarra. Tehát ezért jöttünk, hogy együtt örvendezzünk ezen a napon veletek az Úr közelségébe. Együtt épüljünk Isten igéje által. És még egy másik dologért is jöttem, hogy bejelentsem nektek azt, hogy Józsi testvért elviszük a Bibliaiskolába.